Lehetőséget kapnak a tehetséges fiatalok, hogy megmutathassák, milyen művészeti ágakban jeleskednek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete az alábbi művészeti területekről várja a jelentkezőket. Festészet, ének, zene, tánc, drámai színjátszás, grafika, kisplasztika, fotóművészet és kollázsmontázs. A kategóriák győztesei lehetőséget kapnak, hogy több helyszínen is megmutathassák tehetségüket. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat, a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi szervezetével együttműködve pályázatot hirdett 16 és 23 év közötti tehetséges fiatalok számára. Várjuk mindazok fiataloknak a jelentkezését, akik valamilyen művészeti ágban, akár előadó művészet, képzőművészet terén tehetségesek, illetve szívesen megmutatkoznának, bemutatnák a műveiket. A következő művészeti ágakról várjuk a pályázatokat, ének, zene, tánc, dráma, színjátszás, rajz, festészet, grafika, kisplasztika. A pályázati anyagokat e-mailben várják, csatolva egy rövid bemutatkozást, az alkotók fotóit, illetve ének, zene, tánc és próza esetén videót várnak. A jelentkezési határidő február 20-áig történik. A győztes pályázók, illetve a pályaművek lehetőséget kapnak arra, hogy 4 városban bemutatkozzanak. Ez a 4 város: Sárospatak, Tokaj, Edelény és Ózd. Illetve a győztes, a nyertes pályázóknak egy workshopon kell részt venniük, ami március 4-én lesz Mezőcsáton, 10 órától 16 óráig. Szeretném kérni és felhívni a figyelmét a művészeti iskoláknak, illetve a középiskolák tanárainak, hogy hívják fel a figyelmüket a tehetséges iskolájukban működő tehetséges fiatalok számára, hogy bemutatkozzanak és megmutatkozhassanak ezeken a pályázatokon. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a pályázók kizárólag saját eredeti alkotásaikkal nevezhetnek. A pályázatra február 20-áig lehet jelentkezni.